Nyíregyháza belvárosának új útszakaszán, a Szegfő utcán a négysávosítás után már sokkal könnyebben és biztonságosabban halad a forgalom. A közúti burkolatot szélesítették, az út északi oldalán gyalogos és kerékpárút létesült. A déli oldalon a résfolyók elhelyezésével megoldódott a csapadékelvezetés is. A jártákat felújították, 330 milliót költött a város a toppon belül a korszerűsítésre. A másik ilyen fejlesztés volt a Debreceni, Kígyó utcai csomópont, ami szintén tavaly évvégén készült el. 2017-ben egy 950 millió forintos közlekedésfejlesztési csomag tartalmazza a Szemelvejsz, a Szalag, a Lujza és a Botján János utca korszerűsítését. A Kálói útig Borbányán át kerékpár út építését is tervezi a város. Nyíregyháza fejlesztési programjában jelentős útfejlesztések kaptak forrásokat, mert évtizedes elmaradásban volt a város, mondta el Kovács Ferenc számára, polgármester tegnapi 35 perc című műsorunkban. Van. Ezen kívül van a gazdaságfejlesztés csomag, ez javarészt a kertvárosra koncentrál, hiszen a pályázati kiírás célja az, hogy a munkába járást a nagy cégek közlekedési feltételeit segítse valamint mi azonosítottunk 19 olyan közlekedési csomópontot, amit szükséges fejleszteni, ebből azért már hálás Istennek több elkészült, ilyen volt a Szegfű ilyen a Debreceni kígyót, ilyen volt korábban a a körforgalom, és Orosi körforgalom is, és ezt szeretnénk folytatni, én azt remélem, hogy a 19-ből több mint 10-et a következő három éven belül meg is tudunk építeni. Továbbá tavaly októberben kormányrendelet született arról, hogy a nyugati elkerülő 2018-20 között megépüljön. A körútak nagy forgalmát pedig egy körgyűrű oldalán megmondta a polgármester. Nyíregyháza és Debrecen között egy kétszer kétsávos út a két megyeszékhely közötti mobilitást segíteni. A debreceni városvezetéssel polgármester úrral hónapok óta dolgozunk egy a két város közös fejlesztését tartalmazó együttműködési megállapodáson, azt remélem, hogy február végéig elkészül ez is. Ennek szintén fontos része a közlekedés, egyrészt a, a négyesnek négy sávosá építése, másrészt felmerült egy elővárosi vasúti közlekedés megteremtése is, hiszen naponta a két város között és mindkét irányba négy-ötezer ember közlekedik. A város gazdaságfejlesztési programjában pedig 2,8 milliárd forintból a Nyíregyházi Ipari Park 350 hektáros bővítése is szerepel az első ütemben.